Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségtudományi Intézet dietetikusai, valamint a Bölcsészettudományi Kutatóközpont néprajzosai egy közös projekt keretében a gyermekközétkeztetés társadalmi beágyazottságát vizsgálták, és ennek a projektnek a keretében valósult meg az a konferencia, amelyen mind a néprajzkutatók, a dietetikusok, mind pedig számos meghívott szakértő és gyakorlati szakember közreműködésével egy konferencián mutattuk be, hogyan is működik ma a menza, milyen problémákat kell megoldani. Ezen a konferencián, az előadásunkban összegeztük azokat a projekt eredményeket, amelyek a kutatásunkban kérdőívek, illetve interjúk alapján összeálltak. Ezen a konferencián több mint 20 előadóval két napon keresztül igyekeztünk minél több oldalról megmutatni azt, hogy a gyermekközétkeztetés menete és körülményei hányféle szempont szerint lehetnek érdekesek, akár a fogyasztók, akár ugye a szakhatóságok felől. És ezen a konferencián elhangzott az a beszámoló, ami a kutatásunknak az összegzése volt, amely terepmunkára építve 9 település iskoláját és konyháját és működését mutatta be, és nem csak a gyermekeknek, a szülőknek, a tanároknak a véleménye jelent meg ebben, de nagyon fontos volt, hogy a menza mellett az otthoni étkezési szokásokra is figyelmet fordítottunk, így olyan eredményeket tudtunk a közönség elé tárni, amelyek eddig ebben az interdisziplinális megközelítésben nem szerepeltek. Magán a konferencián pedig, ami előadásunkat megelőzően és azt követően is, hallhattunk előadásokat például a gyermekközétkeztetés történetéről, társadalom történetéről, fogyasztói statisztikai szempontokról, de megjelentek például az étkezés tárgyi kultúrájára a formatervezés. Vendégünk volt gasztroblogger, illetve olyan élelmezés vezetők, akik a gyakorlati oldalt mutatták be, összegezve mindazokat a problémákat, amelyekre ők napi szinten meg kell, hogy küzdjenek. Hallhattunk előadást arról, hogy mi is feladata a dietetikusnak, az élelmezés vezetőnek. Tehát a két nap tanúságára azt mondhatom, hogy egy olyan komplex, összetett kép rajzolódott ki a konferencia kapcsán is, amely a menza működtetésére, illetve a hatóság szintjén a szabályozásra is előremutató lehet, és az általunk megfogalmazott ajánlások, a fölvetett problémák, az azokra való megoldás elősegítheti a közösség által elfogadott, fenntartható közétkeztetésnek a fenntartását és működtetését.